kormányi kar dékányát egy pár szóval szeretne Önöket üdvözölni. Jó napot kívánok, én is köszöntök mindenkit, remélem hallanak. Ki az, aki tegnap fizikai érettségit írt? Senki. Jó. Helyes, ők most pihennek, kipihenik fáradalmaikat. Ki az, aki jövőre fog fizikai érettségit írni? Okay. Nagyon helyes, jó helyen vannak, a legjobb helyen, ahol ebben a pillanatban lehetnek, már kint nagyon jó az idő, de itt meg érdekesebb, izgalmasabb dolgok történnek. Az ország legjobb egyetemén vannak, az ország legjobb fizika tanárának a kezében. Ezt nem kellett volna. Ez tényleg nem kellett volna. Örülök, hogy itt vannak. Őszintén szólva, a demarkációs vonal utáni rész az rettentően veszélyes. Én mindig félek, hogy itt a tanár úr engem felemel, lejt, felrobbant. Meglátjuk. Vagy mit csinál? Na ugye, mondtam én, hogy van benne hajlam erre. Nagyon izgalmas órájuk lesz. Ráadásul jövő héten pénteken folytatódnak az izgalmak, ahol még nagyobb dolgok, még magasabbról fognak történni, de erről majd beszámolsz, nem akarom lelőni a poént. Nagyon örülök még egyszer, hogy itt vannak. Jó munkát kívánok, és mivel hogy ez egy veszélyes hely, itt is hagyom Önöket. És találkozunk jövőre, amikor már megírták a fizikát. No. Jó munkát! Akkor Aszódi tanár úr után folytatom szabadon azokat a dolgokat, amiről kell beszélnem. Ugye itt a Műegyetem Fizika Intézetének nagy előadójában, a szentélyben vannak. Amit érdemes tudni rólunk, azt ezeken az oldalakon meg lehet találni. Amire külön fölhívnám a figyelmet, hogy nyáron lesz itt a Budapesti Műszaki Egyetem természettudományi karán egy tábor. Ez a Science Camp tábor. Akit érdekel, azoknak itt félretettünk egy papírt. Annyit kell tudni róla, hogy ez egy héten keresztül fizikával fognak foglalkozni, akik ide eljönnek. És hát sok szeretettel várunk mindenkit, főleg azok, akik valamilyen módon fizikához kapcsolódva szeretnének tovább tanulni. Jó, tehát akkor ezt mindenképpen tudom mondani. Egy héten keresztül intenzív fizika ez a Science Camp tábor. Amit még szeretnék mindenképpen elmondani, hogy amire Aszódi Attila is utalt, hogy 27-én, vagyis jövő héten pénteken délután 4 órakor a Z épület melletti parkolóban fogok tartani egy előadást. A Budapesti Műszaki Egyetem természetesen karának van egy előadás sorozata, aminek Science Campus a neve. Az utolsó előadás lesz ebben a fél évben. És hát ahogy mondta Aszódi tanár úr, hogy egy 50 méter magasságig kitolható daru lesz a főszereplő. Én aznak a tetejéből fogok kísérleteket elvégezni. Ha van kedve valakinek eljönni, sok szeretettel. További részleteket a honlapomról lehet megtudni. A honlapomat könnyű megtalálni, be kell írni azt a szót, hogy Hartline, és az első legfontosabb találat az én vagyok. Ugye kettő ember van, aki ezzel a névvel él Magyarországon, a fiamnak meg nincs honlapja. Ő csak a Facebookon találják meg. No, hát akkor annyit szeretnék elmondani, hogy nagyon nagy örömömre szolgál, hogy ilyen sokan itt vannak, és akkor csapjunk bele. A kísérletek közül az első, az annyiban kapcsolódik a hétvégéhez, hogy mutatom a kísérleti eszközt. Az eszköz főszereplője ez a pillepalack, ez a deszka, meg ez a másik deszka és ezek a szorítók. A pillepalacnak a kupakja úgy van megcsinálva, hogy átfúrtam, és beleszereltünk egy szelepet, egy traktor szelepet, ezen keresztül egy pumpával ezt föl lehet pumpálni. Na most, azt fogom csinálni, hogy hozzákötöm a pumpát, és elkezdem fölpumpálni. Megmértük a deszkának a szélességét, a palack kilapított részét, tehát a palack 165 mm, ugye, jól emlékszem, Virág. Bemutatnám Vasvirágot, aki a segédünk, ő egyébként fizikus hallgató itt az egyetemen, és elvállalta, hogy közvetít, és ha jól emlékszem, ez pedig 116 centi, 115 mm. Tehát ez azt jelenti,
fizika órán vagyunk, nem baj az, hogyha tudunk mérni és számolni, tehát megvan az a felület, amit ez a palack fog nyomni. Én elkezdem belepréselni a levegőt, és ennek hatására a deszka deformálódni fog, ez a kísérletnek a lényege. Jó? A hétvégén ezt a kísérletet úgy akarom megcsinálni, hogy hát mert ugye én most itt kifáradok abban, hogy pumpálni fogok, ezért aztán rájöttem, hogy nem akarok pumpálni, fölvisszünk 50 méter magasra egy hordót, 50 méter magasból le fogunk kereszteni egy csövet, és a hordóban víz lesz, és beengedjük ezen a szelepen keresztül. Ez azt jelenti, hogyha valaki fizika órára járt és tud számolni, hogy a hidrosztatikai nyomás az ugye az 50 méter magasságból elég szép tekintés, tehát gyakorlatilag a kísérletet, aki eljön, kétféleképpen is fogja látni. No, tehát akkor amit nekem meg kell tennem, hogy ezt én szépen rövidre zárom. Egyébként, hogy mekkora erőkről van szó, azt szeretném megmutatni, hogy egyik alkalommal az asztalos szorító húzta rövidebbet. Tehát azt hiszem ez elég jól mutatja, hogy itt nem csekély erőkről lesz szó. Tehát akkor ami fontos, hogy az asztalos szorítóknak leellenőrizzük a szorítását, így, és akkor itt van a pumpa, hozzákötjük. Okay. Igen. Na hát aztán, hogy kényelmesebben tudjak pumpálni, rögtön úgy gondoltam, hogy ide fölmászok, és akkor innen követjük el a dolgokat. Nekem annyi szerencsém van, hogy még egy nyomásmérőm is van, tehát látom, hogy mekkora nyomás van. Ha nagyon akarjátok, tudósíthatok is. Most 3 bar nyomásnál tartunk. Annyit szeretnék elmondani, hogy amikor az ember kísérletet végez, akkor nagyon fontos dolog az, hogy tudja, hogy mi történik. Tehát ez előre megtervezett dolog. A fának van egy nagyon érdekes tulajdonsága, hogy szeret elfáradni. Tehát néha meg fogok állni, csak azért, hogy a fának legyen ideje kifáradni. Most körülbelül 4,5 bar nyomás van. Azt hiszem, hogy elég meggyőző a történet. Az erő és a... Ugye az erőt hogy tudjuk kiszámolni? Ki tudjuk számolni úgy, hogy megnézzük a felületet, megnézzük a nyomást, a kettőnek a szorzata fogja adni. Azt hiszem, hogy sikeresnek mondhatom, ezeket én haza szoktam vinni, és ezzel fűtök otthon. Tehát, vagy legalábbis begyújtósnak szoktam használni. Tehát az első kísérlet nem másról szól, mint az, hogy a fizika tanár kezében bizonyos dolgok, hát gondoljuk meg, mi is, miről is van itt szó. Itt van egy palack. Ugye ez a palack, ez az átlag ember kezében, ez már szemét. Körülbelül 1 milliárd liternyit dobunk el minden évben csak az ásványvízzel kapcsolatosan. Tehát ebben a különböző üdítők nincsenek benne. És azért az az 1 milliárd liter, az nagyon sok. Én azt gondolom, hogy az megengedhetetlenül sok. De, mint látjátok, még azért sok mindenre lehet használni. Jó. Következő kísérlet. Elmegyünk abba az irányba, hogy hideg anyagokkal fogunk kísérletezni. A főszereplünk egy nagyon hideg anyag lesz. Aha. A száraz jéggel fogunk kísérletezni. Most azért forgatom a fejemet, mert legjobb emlékeim szerint, igen, fennhagytam a léggömböt, de az mindenképpen fog kelleni. Úgyhogy elnézést. Úgyhogy, na tehát, a száraz jég az egy a széndioxidnak egyfajta változata. Ha megnézitek ide az asztalra, kiteszem, itt látható a száraz jég rudacskák formájában, ez széndioxid. A hőmérséklete ebben az állapotában -78,5 fok,
ez a mínusz 78,5 fok, ez tartozik hozzá egy nyomásérték is, a normál légkörű nyomás. Ugye, hogyha ezt egy hozamosabb ideig nézzük, akkor úgy fog eltűnni a szemünk elől a száraz jég, hogy közben nem látunk folyadékot, ezért is hívják száraz jégnek. Hogy valójában eltűnik, azt egy tudományos módszerrel fogjuk megvizsgálni. Ugye én beteszem ebbe a lombikba a száraz jég darabkákat, így. És most az lenne a kérdésem, hogy tegye fel a kezét, aki elhiszi, hogy ebből gáz keletkezik. Jó? Tehát egy kéz is sok lett volna, mert hogy a fizika órán nem hitre építünk, ezt talán nem is kell mondanom. Egyébként egy tudományos igényű eszközzel fogunk kísérletezni, egy gázfejlődés jelző detektort fogok építeni, amit ide szépen ráhúzok, és hogyha ez a gázfejlődés jelző detektornak a mérete növekszik, akkor ez csak azért lehet, mert ott bent keletkezik gáz, és ez a gáz egyre nagyobb és nagyobbra fújja föl a léggömböt. Ugye a száraz jégről azt tudjuk, hogy szublimál, de a szublimációját meg lehet változtatni, és meg is fogjuk változtatni. A módszerünk a következő lesz. Keresünk egy kisméretű palackot. Ebből az előgyártmány, ez egy speciális előgyártmány, ebből szokták fújni a fél literes palackokat. Tehát ezt fröccsöntik, és utána a többit pedig palackfújással állítják elő. Ebbe tegyünk bele egy kis száraz jégdarabkát. Azt hiszem, hogy ez szépen látszik. Bocsánat, a másikat keressük. Ez jobban illik hozzá. És lezárjuk ezt a palackot. Én ide teszem, és akkor a megbeszélteknek megfelelően már csak és kizárólag ezt fogjuk nézni közelről. Mínusz 78,5 fokról indul mind a két kísérlet. Ebben a kísérletben nyomásemelkedés nem fog történni, legalábbis lényeges nem, hiszen a léggömb felfújása az alig-alig kell valami túlnyomás. Míg a másik helyen egy vastagfalú palack van, egy tartályunk, amelyik nem fogja a méretét megváltoztatni, illetve mondhatjuk, hogy alig-alig változtatja meg a méretét. Mind a két helyen ugye hőközlés van, a környezettől hőt vesz föl. Az egyik esetben ugye gáz fejlődik, a másik esetben elsőként, ha tudnánk mérni, akkor azt tudnánk megmérni, hogy melegszik a száraz jégünk, egyre magasabb és magasabb lesz a nyomás mellett a hőmérséklete is. Mínusz 78,5 fokról mínusz 56 fokra fog ez fölmelegedni, és ha ezt elérte, akkor elkezdődik az a jelenség, amit úgy hívunk, hogy olvadás. Fogjátok látni, hogy most néha letörülöm az edénynek az oldalát, mert a pára rácsapódik. Ilyenkor azt látjuk, hogy még nem nedvesíti a száraz jég az érintkezési pontnál az edény falát. Rövidesen el fogjuk érni azt, hogy a száraz jég elkezd megolvadni. Ez azért van, mert a száraz jéget az úgynevezett hármas pontjába tudjuk bevinni. Most már, ha megnézi valaki közelről, akkor lehet látni, hogy nedvesedik az edény. Rövidesen elkezd lefelé csurogni egy folyadék, ami a széndioxid folyadék halmaz állapotában van. Az a helyzet, hogy széndioxidot több helyen találhatnánk folyadék halmaz állapotban, csak kevés helyen látjuk is, hogy folyadék. Például a tűzoltó készülékekben, a széndioxiddal oltó készülékekben is folyadék halmaz állapotban van. Ott egy kicsit nagyobb nyomás van, mi megelégszünk a hármas ponttal, ugyanis nem feltétlenül szeretném, ha fölrobbanna ez a palack. Tehát amíg a hármas pontban van, addig a légköri nyomásnak mintegy ötszörösét fogja produkálni. A száraz jég, tehát a szilárd halmaz állapot eltűnése után pedig hirtelen nagyot fog növekedni a nyomás. Légköri, tehát hogyha szobahőmérsékletig fölmelegítenénk, akkor 64 bár nyomás alakulna ki. Hát ezt nem fogjuk megtenni. Minden esetre tessék megfigyelni a felső részről, ahol csöpög lefelé a folyadék, elmondhatjuk, hogy fagyos, hiszen éppen olvad. Ami itt mellette van folyadék, abban buborékok szállnak fölfelé, tehát arra pedig mondhatjuk, hogy forró, és mindez ugyanazon a hőmérsékleten van. Tehát a forráspont és az olvadáspont ezen a helyen megegyezik. Amit érdemes megnézni,
hogy én engedek ki most ebből a tartályból egy kis gázt, és hogyha sikerül kiengedni, akkor hevesen elkezd forni a száraz jégből keletkezett széndioxid, és olyan hevesen for, hogy forrás közben megfagy. Jó, tehát akkor ezt mindenképpen szeretném elmesélni. Hát ez az a fizikának az a része, amire én azt gondolom, hogy a legszebb. Tehát ezért érdemes reggel fölkelni, az ember ilyet lásson. No, a széndioxiddal kapcsolatosan, hogyha most ezt a jelenséget megfigyeltük, akkor azt látjuk, hogy itt van az egyik edény, amelyikben a széndioxid könnyedén tud tágulni. Ha megnézzük, akkor folyadékot nem találunk benne, azt hiszem ez szépen látszik, hogy folyadék nincs benne, tehát ez sublimál. A másik, ugye az pedig fogja magát és megolvad. Mire lehet használni ezt a tudást? Ugye ez a kérdés. Ugye láttuk ezt, hogy az anyagunk normál állapotban, ahogyan mi találkozunk vele, sublimál, ha speciális körülményeket hozunk létre, akkor pedig nem sublimál. Ilyenkor szoktam viccesen föltenni azt a kérdést, hogy tegye fel a kezét, aki biztos abban, hogy ennen jelenség mentén kulináris örömökben nem volt része. Jó, és akkor ugye ez a legaljasabb tanári fordulat, hiszen aki passzív marad, azokat lehet felszólítani. Tessenek végig gondolni még egyszer a mondatot, tegye fel a kezét, aki biztos abban, hogy nem volt kulináris örömben része. Aki csöndben marad, nem teszi fel a kezét, azt nem lehet felszólítani. Azt lehet csak felszólítani. Na mindegy. Visszatérve a dolgokról, vegyünk egy hétköznapi dolgot, ki az, aki már ivott mondjuk Nescafét. Ugye, az biztos, hogy mindenki ivott már ilyesmit. Általában a fagyasztva szárítás folyamatát, ha megismerjük, a liofilizálást, ott pontosan ugyanezt történik, csak nem széndioksziddal, hanem vízzel csináljuk. Hogyan csinálnak például levesport? Elkészítik a levest, és utána fogják, megfagyasztják, beteszik egy zárható edénybe, légritka teret hoznak létre, és ott el lehet érni, hogy a víz elkezd sublimálni. Úgy tudjuk kiszedni a levesből, hogy nem égetjük oda. Jó? Tehát ezt mindenképpen érdemes végig gondolni. Itt közben megint kezd olvadni a száraz jegünk, és hogy láttuk, hogy hogyan lehet megolvasztani, és hogyan lehet megfagyasztani, akkor nézzük meg, hogy hogyan lehet esetleg azt a folyamatot is megfordítani. Ehhez, hogy ezt megfordítsam, száraz jégnél alacsonyabb hőmérsékletű anyagot fogok hozni, tehát a -78,5-nél alacsonyabbat, ez cseppfolyós nitrogén, nem sokára beszélünk még róla, -196 Celsius fokon forr, és ebbe a edénybe fogom én betenni a lombikunkat. Ilyenkor most a környezettől, a környezetnek fog leadni energiát a rendszer, tehát a hőcserélődés az megfordul. Én azt hiszem, hogy amíg az itt történik, megmutatnám ezt még egyszer, jó, hogy hogyan for meg menet közben. Letörlöm a kezemmel, hogy ne legyen rajta a levegőnek a páratartalma, tehát folyadékhalmazállapot, szilárdhalmazállapot, gázhalmazállapot van együtt. Ha én fogom, megnövelem, mondjuk, kiengedünk belőle, szépen lehet látni, hogy menet közben megfagy. Még annyit szeretnék mondani, hogy kicsit úgy tűnhet, mintha több lenne a széndioxid az eredetinél, de csak azért van, mert porózus lett az anyag, tehát úgynevezett szénsavhó keletkezik. Annyit azért hozzátennék, hogy a széndioxid biztonsági lapjára rá van írva, hogy tilos kézzel hozzányúlni, de ez a fizika tanárokra nem vonatkozik. Na, tehát akkor szerintem, amit szeretnék mutatni, az is látszik, hogy egyre kisebb és kisebb lett a léggömbünk, és ez azt jelenti, hogy most éppen a gáz eltűnés jelző detektorral állunk szembe. Amit, hogyha megfigyelünk, ugye, tessék figyelni, hogy is csináltam a kísérletet. Az első az volt, hogy fogtam, beletettem a széndioxidot, egy keveset vártam, utána tettem rá a léggömböt, tehát teljes egészében széndioxiddal volt tele, ha most ezt lehűtjük, akkor úgy fogja a léggömb kibélelni az Erlmeyer lombikot, hogy teljesen maradék nélkül, vagyis tehát minden egyes zegzugát kitölti.
Ha azt valahogy azt mondanák, hogy tessék úgy felfújni a léggömböt benne, hogy ne legyen között a levegő, más megoldás nem nagyon van. Tehát ugye ha beletesszük a léggömböt, elkezdjük fújni, akkor a levegőt megáll a sarkában. Természetesen, hogyha most majd várunk egy keveset, akkor a környezet megint elkezdi melegíteni, és a melegítés hatására ismételten gáz fog fejlődni, ehhez el kell érni a -78,5 fokot. Jó. A cseppfolyós nitrogénnel ígértem, hogy még fogunk kísérleteket bemutatni, akkor a következőkben a cseppfolyós nitrogénnel fogunk foglalkozni egy keveset. A cseppfolyós nitrogén ugye a levegőnek egyik alkotóeleme, -196 Celsius fok a forrása, és amit szeretnék megmutatni ezzel kapcsolatosan, az itt látható. Itt van egy edény, kettős falu, a két falak közül kiszivattyúztuk a levegőt, és hogyha beleöntöm a cseppfolyós nitrogént, akkor meg is tudjuk figyelni. Először is teleöntöm, és látjuk azt, hogy nagyon hevesen forr a cseppfolyós nitrogén. Ez azért van, mert számára nagyon forró az edény. Most az edény hűl, és közben a cseppfolyós nitrogén pedig fogy. Ez azt is jelenti, hogy látjuk azt, hogy a cseppfolyós nitrogénből nagyon sokat kell ahhoz elforralni, hogy le tudjuk hűteni az edényt. Vagyis a cseppfolyós nitrogén forrásban tartásához nem kell nagy energia. Nagyjából lehűlt az edényünk, és most látjuk, hogy hogy néz ki a nitrogén. Szintelen, szagtalan, víztisztán átlátszó, és ilyen barátságosan rotyog. A halmaz állapotváltozás most is megfigyelhető, folyadékból gáz keletkezik. Abban az esetben, hogyha szeretnénk megmutatni azt, hogy a halmaz állapotváltozások nyomásfüggőek, nagyon egyszerű helyzetem van, hiszen csak annyit kell tenni, figyeljétek meg, csiribú, csiribá, ráteszem a kezem, és abban marad a forrás. Azt mondom, ha elveszem a kezemet, akkor elkezd forni, látjátok, varázslatos kezem van. Nem csak nagy, hanem varázslatos is. Nézzük meg még egyszer a kísérletet. Abba marad, ilyenkor növekszik a nyomás, ameddig tudom tartani a kezemmel, addig nem fog forni, utána pedig elkezd forni. Jó, tehát azt hiszem, ez teljesen egyértelmű ez a történet. Talán megmutatom még egyszer, és még egyszer. Jó, most akkor az a helyzet, hogy szeretném megmutatni, hogy a cseppfolyós nitrogénnek meg is lehet fagyasztani. Hogyan kell megfagyasztani a cseppfolyós nitrogént? Hát kell keresni egy olyan módszert, amivel -196 Celsius fok alá tudunk menni. Milyen eszközt hozzak? A fagyasztógépet hozzak, vagy esetleg valami mást? Nagyon egyszerű dolgom van, hiszen nektek is, hiszen itt van az, amivel meg fogjuk fagyasztani, ez egy vákumszivattyú. A vákumszivattyúval úgy fogunk fagyasztani, hogy gondoljunk utána, mi is történik. Ha ráteszem a vákumszivattyút, és elszivattyúzzuk azt a gázt, ami ott keletkezik, akkor az edényen belül azokat a molekulákat fogjuk eltávolítani, amelynek az átlagos kinetikus energiája a legnagyobb. Ugye a folyadékban azok lesznek, amelyek kisebb ennél. Ennek eredményeként azt fogjuk tapasztalni, hogy a cseppfolyós nitrogén megfagy. Hogy ez tényleg így van, azért az győződjünk meg róla. Bekapcsoljuk a vákumszivattyút. Kapcsoljuk ide szépen hozzá. Nagyon hevesen elkezd majd először forni. Eszméletlen hevesen for. Ilyenkor a forráshoz szükséges hő elvonódik, és rövid időn belül ez a forrás megcsitul, és meg fog jelenni a szilárd nitrogén. Itt van. Azt hiszem, hogy ez egyértelmű. Egyre több és több szilárd nitrogén keletkezik. A nitrogén ez fagyott halmaz állapotban fehéres, hatszöges kristálya van. Hát ez most ebből a kísérletből nem látszik, csak úgy mellékesen megjegyzem. Egyébként, hogyha valaki hideg laboratóriumban dolgozik itt nálunk, úgy zárójelben szeretném megmondani, hogy itt a Budapesti Műszaki Fizikai Intézetében tudnak az országban a leghidegebbet csinálni. 10-5 Kelvinig tudunk megközelíteni az abszolút nullát, tehát azt hiszem, hogy ez
itt az országunkban egy elég szép rekord. És hát amikor ilyenekkel dolgozunk, ez az, ami a legnagyobb veszélye szokott lenni, tehát a cseppfolyós nitrogénből a szilárd keletkezik, akkor az mindenféle dugulásokat okozhat, éppen ezért ezt mi nem nagyon szeretjük, ha ilyen van. Itt a tanteremben, ahol oktatunk, itt igen. Amit érdemes megnézni, hogyha kikapcsoljuk ezek után a vákumszivattyút, kikapcsoljuk a vákumszivattyút, akkor egyre kisebb és kisebb lesz a nyomás, vagy a vákum alatta, kiegyenlítjük, és azt hiszem, hogy jól látszik, amit szeretnék ebből az egészből megmutatni, hogy most nem forr. Tehát jóval a forráspontja alá tudtuk hűteni, ugye addig láttuk, hogy amíg nem tettem rá varázslatos kezemet, addig forrt, most ugye egy jó darabig látjuk, hogy nem fog forrni, mindez azért van, mert a cseppfolyós nitrogénünk hőmérséklete forrásponttól lényegesen lejjebb van. Egyébként a fagyáspontja és a forráspontja között 13 Celsius fok van, vagy 13 Kelvin, kinek melyik tetszik jobban. Oké. Okay. Cseppfolyós nitrogénről, hogyha már beszéltünk, akkor muszáj elmondani azt, hogy a cseppfolyós nitrogént, amikor az ember megvásárolja, akkor a vásárlásnál nem azt néz, tehát ugye a vásárlás folyamata úgy néz ki, hogy megy az ember az edénnyel, itt van az edény, az üres edényt lemérik, ráírják, hogy mennyi a tára, utána megmérik, mikor megtöltötték, és a kettő különbözete az egy tömegérték lesz, majd amikor elmegy az ember és nézi a számlát, azt látja, hogy ezt átszámolták köbméterre. Ez azt jelenti, hogy például egy 19 literes tartályba 60 köbméternyi gáz fér bele normál állapotban. Jó, tehát akkor a normál állapotú gázt adja el a kereskedő. Ez azt jelenti, hogyha meggondoljuk, hogy a folyadékhalmaz állapot és a gázhalmaz állapot között körülbelül 1200-1600-szoros különbség van. Erről szeretnék most egy kicsit kísérleteket megmutatni. Hát az első dolog, hogy veszünk egy palackot, és ebbe a palacba szerintem erre az időre felkapcsolom a villanyt. Virág, légy szíves, szóljál, hogyha elfelejtkezni. Csak az, hogy jobban látjuk így. Tehát akkor öntünk bele egy kis cseppfolyós nitrogént. Világosan tudjuk, hogy a cseppfolyós nitrogénünk forr, és a forrása révén gáz keletkezik. Zárjuk el, és akkor figyeljük meg, hogy mi történik. Bent növekszik a nyomás. Egy idő után akkora lesz a nyomás, ami a surlódó erőt már képtelen megtartani, és ennek eredményeként az fog történni, hogy a dugót kilöki. Mit is lehet erről mondani? Tehát az, aki fizika órán járt, az a következőt mondja, hogy hó, hát itt látunk egy gyönyörű kísérletet, amelyben az energia meg annyi arcát láthattuk. Hogy az biztos, hogy amikor az ember fogja és bedugja, ebben az állapotában a dugó nyugalomban van, mozgási energiája nincs. Amikor a gáz bent kilöki, akkor azt fogjuk tapasztalni, hogy mozgási energiához jutott, és ez a mozgási energiája az 1/2 mszer V négyzettel írható le, nem meglepő, hogy ezt éppen zsúlókban mérjük. A mozgási energiája révén a dugó egyre följebb és följebb és följebb kerül, míg nem elér a holdpontra, ahol M-szer G-szer H helyzeti energiája van. Honnan kapta a mozgási és helyzeti energiáját ez a dugó? Hát nagyon egyszerű a történet, tessék végig gondolni. Itt van egy tartály, aminek tudjuk, hogy mekkora a térfogata. A térfogatot többnyire köbméterbe mérjük, és tudjuk, mekkora benne a nyomás. Azt pedig paszkálba mérjük. Ha kettőt összeszorozzuk, hogy nem akkor is zsúlt kapunk, vagyis a tartályunknak a romboló képességét, ha úgy tetszik, az ott felhalmozott energiát, nyomás energiát meg akarjuk tudni, akkor a térfogat és a nyomás szorzataként kapjuk meg. Gondolom, ez teljesen világos. Honnan kapta a tartály a nyomás energiát? Tehát a környezetéből. Hát azt hiszem jól látszik, hogy egyik részről lehűlt az asztal, másik részről a levegőnek a páratartalma is
ráfagyott. Tehát mindenképpen látjuk, hogy a környezetét hűtötte le. Azt, hogy mekkora magasságra fog fölmenni a dugó, az attól függ, hogy mennyire tekerem bele, mert ugye annál nagyobb és nagyobb surlóderőt kell legyőzni, a surlóderőt viszont, ha megnöveljük, akkor ott a tartályban levő nyomást szoktuk megnövelni. Azt hiszem, ez jól látszik. Azt, hogy egyébként mekkora sebességre tudunk fölgyorsítani ezzel a módszerrel valamit, mutatnám a következő kísérletet, bedugjuk a dugót, és egy picit megfordítom így. Tessék figyelni. Különbség van, nem is kevés. Azt hiszem, ezt meggyőződhetünk róla mindenképpen. Ha most elkezdünk méricskélni, nem tudom megismételni sajnos a kísérletet, mert a palack az eltörött. Aztán jól lehet látni, amikor ez ment fölfelé, és beütődött a falba, vagy a mennyezetbe, akkor ez még a lendülete miatt tovább ment volna, és szépen eltörött. Na tehát a lényege a dolgoknak az, hogy amikor a pillepalackot így lerakom, itt van a cseppfolyós nitrogén, betesszük a dugót, hagyjuk melegedni, akkor a kiáramló gáz a dugót meglöki, és a cseppfolyós nitrogén és a palack nyugalomban marad. Jó, ez az egyik dolog. Amikor megfordítjuk ezt az egészet, akkor elsőként hátra repül a dugó, másodikként hátra repül a nagy nyomással kitolduló folyadék, és utána még a gáz, vagyis egy három fokozatú rakéta. Nem véletlen az, hogy ennek a magassága akár olyan 20 méter magasra is fölmehetett volna. Csak 7 méter 40 centi a magasság, úgyhogy jó. Ilyenkor szoktam mondani, hogy nézzük meg, mi van akkor, hogyha 19-re lapot húzunk, és akkor most úgy fogom lezárni ezt az edényt, hogy teljes egészében telitöltöm folyadékkal. És úgy zárjuk le. Nézzük meg annak, mi a vége. Jöjj. Tehát akkor azt hiszem, mindenki látja, hogy szépen ezt megtettem. Egy másik dugóval fog kísérletezni, egy olyan dugóval, aminek egy átfúrtam és egy vastagfalú csövet tettem bele. Azt hiszem, mindenki jól láthatja, hogy mi is történik itt valójában. Ez az úgynevezett cseppfolyós nitrogénből készített szökőkút. Jó, megint csak lehet mondani, van nyomásenergia, mozgási energia, helyzeti energia, hőenergia, ugye a közelülők érezték, hogy le is hűlt, tehát tulajdonképpen erről beszélünk. Ugye a rakétázás mentén, még egyet megmutatnék, nem csak azt lehet, hogy a környezet hőjét szeretnénk használni, hanem használhatunk kémiai energiát is. Mindjárt meg fogom mutatni, csak eszembe jutott valami. Napokban olvastam egy érdekes jelentést, a Fraunhofer intézet arról értekezett, hogy a mostanában kialakuló helyzetben az LNG gázra való áttérés, ugye ez a liquid natural gas, ugye tehát a földből kibányászott gáznak a használata milyen technikai problémákat vet föl. Annyit kell tudni, hogy ez a technikai probléma ott kezdődik, hogy mínusz 163 Celsiusra kell lehűteni azt a gázt, amit följön a föld mélyéből. A következő lépés az, hogy ugye ezt hajóra kell tenni, és utána, mikor megérkezik a terminálhoz, akkor ismét gázt kell belőle készíteni. Az az érdekes, hogy az összenyomásához használt energia és a kitágításához használt energia elviheti a gáznak a 25%-át. Tehát az egy negyede arra megy el, hogy mintha azt a gázt elégetnénk, nem biztos, hogy azt égetik el, csak mondom, és ez lesz az, amivel össze tudjuk nyomni. Ennyi energia szükséges ehhez. Tehát amikor fizikát tanítunk, természetesen gimnáziumban a legfontosabb cél a fizika tanításnál az, tanár úr, erősíts meg, hogy a gyereket fölvegyék az egyetemre. De azért ennél van egy távlati cél is, hogy a mindennapi életek kérdésére tudjuk a választ. Tehát ez nagyon fontos, hogy a gázok hűtésekor és összenyomásakor keletkező energia az nem elhanyagolható. No,
Amit szeretnék megmutatni, az egy olyan rakéta, amely kémiai égéssel van. Annyit szeretnék elmondani, hogy senki ne kérdezzen, hogy mi van betöltve ebbe az edénybe, mert úgysem mondom el. Minden esetre egyet fogunk kísérletezni, és igyekszem senkit nem fejbe találni. Tehát itt van egy palack. Körülbelül azt lehet mondani, hogy amit most elengedek energiát, hőenergiát, arról elmondható, hogy egy gépjárműben percenként 2000-szer is megtörténhet ez. No, tehát akkor, amikor történik valami, akkor ezt mindenképpen ebből az irányból kell megközelíteni. Reményeim szerint elég jól sikerült betölteni. Szóval a kémiai energiának a hasznosításáról mutattam be egy egyszerű kísérletet. Azért megnézem, hogy véletlenül nem gyújtja föl a tanterem sarkát, az jó lenne, ha nem történne meg, hiszen még van egy-két csellem, ahogyan a nagy hóhorgász mondaná. Megbízlak benneteket, ha füstöt látok, akkor szóljatok nekem, jó? Oké. Jó, hát akkor beszéltünk a gázok feszítő erejéről, most egy másik feszítő erőről szeretnék beszélni. A kísérlet főszereplője ez a petangolyó lesz. A petangolyó, kilátott vagy kinek volt már kezébe petangolyót? Jó, tehát akkor egyesek ismerik. A petangolyó az úgy készül, hogy vesznek egy fémlemezt, és abból a fémlemezből készítenek egy fél gömbhéjat. Aztán egy másik fél gömbhéjat, a kettő közé betesznek megfelelő mennyiségű homokot, és körbe hegesztik. Erre többfajta megoldás van, lehet ívvel is hegeszteni, lehet dörrshegesztéssel is. Lényeg az, hogyha az ember kifúrja a petangolyót, akkor egy olyan gömbhéjat tart a kezébe, ami körülbelül 3 mm falvastagságú, elképesztően kemény acél. A kemény azt jelenti, hogyha elkezdenénk ezt deformálni, akkor úgy fog eltörni, hogy maradó deformáció nem lesz. Ezt majd szeretném azért, hogyha kicsit később ezt megértenénk. Na, tehát akkor az első dolog az lesz, hogy ezt a petangolyót én kifúrtam, ezen a lyukon keresztül kipiszkáltam a benne levő homokot, és utána még vágtam bele menetet. És itt van a csavar, amivel lezárjuk. Tehát az első dolog úgy lesz, hogy én beteszem ide a vízbe, és addig várunk, amíg ez a petangolyóból az összes buborék kijön. Tehát kihajtjuk belőle, úgy is mondhatnánk, hogy buborékmentesen föltöltjük ezt az acél gömbhéjat vízzel. Na most. Így. Most én onnan tudom, hogy ez jóval nehezebb, mert hogy a fölhajtó erő, ami benne volt, az egy csökkent. Én még itt megrázogatom, itt szépen lehajtom. És ez azt jelenti, hogy úgy van lezárva, hogy buborékmentesen benne van a víz, és most ezt én egy fogóval szépen le is fogom zárni. A következő kísérlet arról szól, hogy ezt elkezdjük lehűteni. Igen? Lámpát kapcsoljam le? Köszönöm szépen. Az a helyzet, hogy Virág, arra biztatlak, hogy bátrabban szóljál be. Ha nem sikerül, gyeréd és rúgjál bokán. Tehát az is egy megoldás. A következőkben pedig ezt le fogjuk hűteni. Mégpedig úgy fogjuk lehűteni, hogy cseppfolyós nitrogénbe fogom beletenni. Itt van az edény, amiben bele fogjuk tenni a cseppfolyós nitrogént. Itt van a golyó. Igen. És hogy ami biztos-biztos alapon, én nem szeretem a haváriákat, tehát hoztam mindenféle védőeszközt, hogy ez sikerüljön, tehát ez a kiset úgy sikerüljön. Én nem szeretnék a blikbe kerülni, tehát maradjunk meg annál a barátságos megoldásnál, amit mutatok. Tehát ez itt van, ezt ide tesszük fölé, hogy miért azt fogjátok talán érteni, meglátni, és még van egy hátfal is. Így, né. Tehát, akkor
töltögetjük jobbra-balra a cseppfolyós nitrogént. Úgy. Jó. Az a helyzet, hogy inkább kétszer végig gondolom, hogy mit csinálok, mint hogy egyszer csináljak marhaságot. Jó. Így. És akkor cseppfolyós nitrogénnel hűtünk. Így. Hát azért, ami biztos, biztos, azért én is egy kicsit távolabb jövök. Elmondom, mi fog történni. A víz meg fog fagyni, és 10%-ot fog tágulni. Az acél, az pedig elkezd összehúzódni. Ki fog nyerni? Ez a kérdés. Előre lehet tudni, hogy a vízről tanítjuk, hogy összenyomhatatlan, már folyadékhalmazállapotban, nem szilárd halmazállapotban. Bocsánat, csak hogy... nem takarok el senkit, tehát... Jó, bátor vagyok, én ide merek jönni, ez nem probléma. Tehát az a lényege a dolgoknak, hogy a víz tágul, az acél az összehúzódik, és olyan erős erőhatás lesz, ami majd meglátjuk a végét, nem akarom mélyen elmesélni. Most még a hőcserélődés történik. Általában azt kell mondjam, hogy ilyenkor az adrenalin szint fokozódik, és majd mutatok egy-két nyomot erről a lemezen, amit ennek megfelelően tudunk mutatni. Általában a hőtani folyamatokat nem illik sürgetni. Eljön az az idő, amikor bekövetkezik a várva várt változás. Hát ugye azt kell mondjam, hogy amikor a vízcső benn van a földben, és nagyon hideg lesz, akkor a vízcső néha el szokott fagyni. Ilyenkor egy repedés történik. Általában ezek azért egyszerűen csak elrepednek, mert azok nagyon másmilyen acélból vannak. Azok olyan acélok, amelyeknek még az alakításig még bírnak alakváltozást. Ez az acél, ez gyakorlatilag nem kéne, hogy bírjon alakváltozást. Eddig, nem tudom, hogy miért, már ennyi idő alatt kellene, hogy jöjjön, most már kezdődök nem is a pulzusom följebb menni egy kicsivel. Az a helyzet, hogy pont azt számolgatom, hogy körülbelül a 30-40-szer megmutattam ezt a kísérletet, egy csomó alkatrész ott van is. Na. Hát, hogyha ez most nem sikerülne, akkor nagyon-nagyon nem örülnék neki. Azt viszont elmegyek két alkatrészért, amit már... Jó. Oké. Okay. Jó. Úgy látszik, türelmetlen voltam. Tegyük ide a darabjait az eszköznek. Jó. Az a helyzet, hogy akkor jön a kármentesítés. Elsőként szeretném megmutatni, hogy az egyik alkalommal ebbe az irányba indult el a golyó. Ez körülbelül egy 5 mm mély horpadás. És ez egy 4 mm-es acéllemez. Tehát nem játék, ami itt van. Bocsánat, de most egy kicsit kell takarítsak, úgyhogy megláthatják, hogy még ehhez is értek. Jó. Úgyni. Úgy. Thank you.
azt hiszem, érdemes megnézni, hogy itt van a petangolyónak az alkatrészei. Nem biztos, hogy az összeset megtaláljuk így első körbe, de azt hiszem, amit szeretnék elmondani ebből az egészből, hogy a hőtani folyamatokban irgalmatlan energiákról van olykor-olykor szó, amit nem is nagyon eszünk észre. Az előbb ugye volt az a rakéta. Itt most ugye volt egy hűtés, mind a kettőben azt is mondhatnánk, hogy nem kevés energiát szabadítottunk el a környezethez képest. No. Még itt az asztalt is le kell törőjem. Tehát... azt hiszem, hogy átmenetileg evezzünk békésebb vizekre. Úgyhogy... Ölni. És akkor puskázok egyet, hogy hol is folytatjuk. Ja, tudom, most jönnek a rezgésekkel kapcsolatos. Tehát egy nagy témát váltunk, és a rezgésekről szeretnék egy keveset beszélni. Éppen ezért aztán... egy picit átrendezzük a terepet. Úgyni. Jó. A rezgéseknél, amikor itt a Műegyetemen tanítjuk a rezgéseket, akkor az első kísérlet a csillapítatlan rezgés. Menjek hátrébb, ugye, egy kicsit? Jó. Már megyek is hátrébb. Tehát a csillapítatlan rezgés. A csillapítatlan rezgést ezzel a készülékkel szoktuk bemutatni, ami ugye úgy néz ki, hogy ott van a tartó, meg alul egy tartó, két rugó között egy tömegpontot látunk. Ha ezt kitérítjük a nyugalmi helyzetéből, akkor ez rezgő mozgást fog végezni. Itt a Műegyetemre, aki eljön, amennyire némelyik kar engedi, hát elmondjuk, hogy ezt az egészet egy úgynevezett differenciál egyenlettel lehet leírni. Van olyan kar, ahol ezt már megtiltották. Én nem értek vele egyet. Na mindegy, szóval a százszónak is egy a vége, kialakul egy rezgő mozgás. Ahhoz, hogy ez a rezgő mozgás egy harmonikus mozgással lehessen leírni, harmonikus mozgásként lehessen leírni, az kell, hogy ez a rugó, ez olyan legyen, amilyet középiskolában ideális rugónak tanulunk, hogy egy egyenes arányosság írja le a deformációt, tehát hogyha én egyre kijebb is, tehát nagyobb és nagyobb kitérésnek teszem, egyenes arányosságban változik a visszatérítő erő. Ebben az esetben egy transzlációs rezgés látunk, ez a transzlációs rezgés, ez egy harmonikus rezgés, egy színuszgörbét fogunk kapni, abban az esetben, hogy vízszintesen elhúznánk egy papírt, beletennénk egy tűt, és akkor az a tű festéket fújna ki a papírra. Jó, ez az első dolog, ez a csillapítatlan rezgés. Világos, hogy egy idő után megáll a rezgés, tehát látszik, hogy csillapodik, ilyenkor azzal szoktuk kifogni a vitorlából a szelet, hogy azt mondjuk, hogy a megfigyelés idejét olyan rövidre vesszük, hogy ne vegyük észre a csillapodást. Jó? Tehát a ravasság az megvan. Ugyanezt meg lehet csinálni egy másik fajta rezgéssel is, és itt igazából az egésznek az az értelme, hogy veszünk egy másik készüléket, ezt a pólféle készüléketnek hívják. Ez a pólféle készülék nagyon hasonló mozgást fog végezni, mint a transzlációs rezgésünk. Ott vegyük észre, hogy van egy tömeg, amit ugye M-mel jelölünk, van egy rugóállandó, amit D-vel jelölünk, és ugye a mozgás az egy egyenes mentén történik. Itt, ezzel szemben van egy spirálrugónk, ami spirálrugónknak is tudunk torziós rugómerevséget mondani. Itt tulajdonképpen az történik, hogy nem odébb lökjük a testet, hanem elfordítjuk, és az elfordítással arányos lesz, egyenesen arányos lesz a visszatérítő nyomaték.
Tehát ugye ott a visszatérítő erő helyett itt visszatérítő nyomatékról beszélünk, a tömeg helyett itt pedig tehetetlenségi nyomatékról fogunk beszélni. Tehát a testnek van egy a tehetetlenségi nyomatéka, ha kitérítjük, tehát fűszöggel eltérítjük, magára hagyjuk, akkor ez torziós rezgéseket fog végezni, rotációs rezgéseket. Egy pillanat, hogy ez jobban látszódjék, tegyük ide. Bocsánat, szerintem most érdemes bevetni a dolgokat. Így né. Tehát akkor amit látunk, ugye van itt egy nyíl, ez a nyíl nyugalmi helyzetben éppen a nullára mutat, kitérítem, fűszöggel eltérítjük, magára adjuk, és akkor a szögeltfordulás lesz időben harmonikus. Tehát a fizikai mennyiség, amely időben harmonikusan változik, az a szögelfordulás. Ott az kitérés, a szögelfordulás. Természetesen minden fizikai folyamatot rezgésnek fogunk hívni. Ha találunk benne egy olyan fizikai mennyiséget, amely harmonikusan változik. Ilyen egyszerű a dolog. Ez lehet akár elektromos rezgés, és sok minden más egyéb. Jó? Tehát akkor ezt mindenképpen érdemes megnézni. Beszéltünk a csillapodásról, és én szeretném ennek az eszköznek a segítségével a csillapított rezgést is bemutatni. A csillapított rezgést úgy tudunk bemutatni, hogy valamilyen úton, módon olyan csillapodást fogunk előidézni, amely a sebességgel arányos. Na minden, ez mindjárt értelmes lesz, amit mondok, csak következőt kell látni. Ennek az eszköznek, ennek vörös részből van ez a forgó rész, ez a tehetetlenségű korong, és ez a korong egy tekercsnek, egy vasmagos tekercsnek a légrésében mozog. Hogyha a légrésben egy jó vezető anyag mozog, és a légrésben mágneses tér van, akkor az a mágneses tér olyan irányú áramokat fog gerjeszteni, amely a mozgást gyöngíteni igyekszik, ezek az úgynevezett Foucault-féle örvényáramok. Hogy ez pontosan hogy néz ki, mindjárt megnézzük. Hát itt van egy áramforrás, ez az áramforrás fog áramot adni a tekercsünknek, tehát elindulunk az áramforrás pozitív sarkából, elmegyünk a tekercshez, a tekercsből megyünk tovább a mérőműszerhez, és a mérőműszerből szépen megyünk vissza az áramforráshoz. Tehát megvan az áramkörünk, hogyha ezt én bekapcsolom, akkor azt hiszem mindenki láthatja, a mérőműszer az mutatja az áramot. Van 2,5 ampernyi áramot tudunk ebben létrehozni, hogy megfelelő legyen a háttér. Ugye ez így most jól látszik. Aha, még majdnem. Hova tettük a lámpát? Csak hogy lássunk egy kicsit. Így né. Jó, tehát akkor amit látunk, hogy itt van az áramforrásunk, a gerjesztő áramot tudjuk mérni itt, és hát itt látjuk a jelenséget. Kitérítem, és ebben az esetben jól megfigyelhető, hogy alig-alig csökken az amplitúdó. Jobbra is, balra is. Természetesen csökken, de nem túl gyorsan. Ezek után nézzük meg, mi történik akkor, hogyha beállítunk mondjuk egy olyan körülbelül 0,5 amper áramerősséget, így, és térítsük ki a testet, azt hiszem szépen látszik, hogy a csillapodás mértéke sokkal nagyobb lett. Néhány lengés után már alig-alig látjuk, hogy mozog. Megtehetjük azt is, hogy megduplázzuk a gerjesztő áramot, és akkor azt hiszem látszik, hogy a hatás egyre erősebb és erősebb. További gerjesztő áram növelésével már nem alakul ki rezgés. Eljutottunk ahhoz, amit úgy hívunk, hogy aperiodikus határeset. Mindjárt beszélünk róla, és akkor ha még kicsit tovább növeljük az áramerősséget, még egy mérést megtehetünk,
akkor ugyanazt vehetjük észre, csak sokkal lassabban fogja elérni az egyensúlyi helyzetet a test. Hát talán még adhatunk egy kicsit. És akár jobbról, akár balról nézzük, ugyanaz a jelenség van. Tehát azt lehet mondani, hogy ennek a tekercsnek az a szerepe, hogy egy olyan csillapítást ad, amely a sebességgel lesz arányos. Na most, mit is jelent ez a mindennapi életben? Azt kell mondjam, hogy a csillapított rezgés a sok helyen előjön. Előjön például egy villamosmérnök életében, amikor a depréműszert bekapcsoljuk, akkor a depréműszernek van a tekercse, ami a mágneses térben forog, hozzá van kötve egy mutató, ennek a kettőnek együttesen van egy tehetetlenségi nyomatéka. Aki látott már depréműszert, akkor tudja, hogy egy spirális alakú, egy teljesen megegyező spirális alakú rugó fogja a nulla értékbe visszakényszeríteni, és amikor bekapcsoljuk, akkor a mutatandó érték körül végezne lengéseket a depréműszer, abban az esetben, ha nem lenne csillapítás. Hogyha a csillapítást jól állapítjuk meg, a csillapítás mértékét, akkor a mutató nagyon rövid idő alatt fog megcsillapodni. Föltehetjük a kérdést úgy is, hogy vajon mit kell csinálnunk ahhoz, hogy a legrövidebb idő alatt mutassa a pontos értéket. Hát ez egy mérnöki feladat, úgy is mondhatnánk, hogy aki már tanult ilyet, hogy szélső érték, akkor itt tulajdonképpen egy szélső érték problémával állunk szembe. Láttuk azt, hogy van a csillapított rezgés, láttuk azt, hogy van a túlcsillapítás, és a kettő határértékénél van az úgynevezett aperiodikus határeset, amikor éppen még nem alakul ki rezgés, bebizonyítható, hogy ez az aperiodikus határeset lesz az, ami esetében a legrövidebb idő alatt fog megállni a műszer. Természetesen látom az arcokon, többen is leolvasható, hogy mit érdekel engem a depréműszer, soha nem fogok depréműszerre, mert mondjuk esetleg jogász leszek, vagy közgazdász. Nagy Isten politikus. Az a helyzet, hogy őket is érinti ez a probléma, ugyanis, hogyha mondjuk csak itt Budapesten közlekedik az ember, akkor óhatatlan, hogy gödrökkel találkozzon az autózás közben, vagy közlekedés közben, és hát ezért aztán a gépjárműveknek a rugózásához egy lengéscsillapítást is alkalmaznak, és hogyha jól meggondoljuk, tessék végiggondolni, az első esetben legyen egy autó, amelyiknek a négy kerekét rugókkal alátámasztjuk, bemegy az autó a gödörbe, és akkor utána elkezd így hullámozni. Marha jólnak tűnik elsőre, de nem a Vidámparkban vagyunk, hanem mégiscsak a közúton, és amikor az autó a legfőső holponton van, akkor a kerék a legkevésbé fogja nyomni a talajt. Mit következik ebből? Hát például, hogy nem lehet az autót gyorsítani, vagy csak nagyon kicsit. Nem lehet kanyarodni vele, és nem lehet fékezni. Tehát ezen kívül minden rendben van. Jó, tehát azért mondom, hogy amikor az ember azt mondja, hogy a gépjárművemnek a lengéscsillapítója fontos, az azért, mert ilyenkor nem másról beszélünk, mint az úttartásról, arról, hogy mennyire arra fele fog menni az autó, amerre a sofőr akarja. Sok dologból áll ez össze. Az autónak a lengése sokkal bonyolultabb ennél, hiszen ha meggondoljátok, csak maga a kerék is önmagában rugózik. Tehát itt ilyen többszörös rugózó tömegekről beszélünk, de bevezetésként ennyit bőségesen érdemes erről tudni, hogy a lengéscsillapításnak a mindennapjában számtalan helyen nagyon fontos szerepe van. A következőkben pedig szeretnék megmutatni egy olyat, ahol a kényszerrezgésekről szeretnék egy keveset beszélni. Tehát a csillapított rezgés, vagy a szabad rezgés, csillapított rezgés. És akkor vegyük észre ezt az eszközt, hogy ennek van még egy kiegészítő része. Ez a kiegészítő rész, ez egy villanymotor áttétellel. Tehát itt a villanymotor, itt az áttétel, és ez a villanymotor meghajtja ezt a égszíjat. Az égszíj meghajtja ezen a részen, talán így mutatom, ezt a körhagyót, itt, ezt a körhagyót, és ehhez a körhagyóhoz hozzá van téve ennek az alsó rugónak a vége. Ha én ezt szép lassan forgatom körbe-körbe, ide teszem az ujjamat, hogy lehessen látni, akkor azt látjuk, hogy ez valamekkora
tágassággal rezgéseket fog végezni, ha villanymotort bekapcsoljuk. Ugye azt hiszem, ez ideig teljesen világos. Amit szeretnénk erről még elmondani, hogy most a villanymotorunkat úgy állítottuk össze, hogy lehessen szabályozni a fordulatát ennek a toroidnak a segítségével, és akkor a következőt fogjuk megvizsgálni. Én egyre nagyobb és nagyobb fordulatszámmal fogom járatni a motort, és azt fogjuk megnézni, hogy ennek a testnek mekkora lesz a kitérése. Jó, tehát ez a megvizsgálandó dolog. Látom, hogy a kameránál valami kis apróság van. Most annyit fogunk tenni, hogy én fogom, és oda is tolunk föl egy kis... Kivételesen ezt fogjuk látni innen is. Azért teszem, hogy a kamerának a háttere az jó legyen. Így jobb, ugye a kép? Oké. Okay. Na, tehát akkor azt kell látni, hogy elindítjuk egészen alacsony fordulatszámon, és alacsony fordulatszámon, hogyha járatjuk, és kellően sokat várunk, hogy az úgynevezett bekapcsolási, meg egyéb tranziensek elmúljanak, akkor azt fogjuk tapasztalni, hogy ennek a testnek a kitérése, az körülbelül akkor ennek a kényszernek a kitérése, a két test között a távolság az állandó, úgy is mondhatnánk, hogy ez is egy rezgést végez, ez is egy rezgést végez, a két rezgés fázisban van, a kettő közötti fáziseltérés gyakorlatilag most nem figyelhető meg. Valamennyi van, de az minket most ebben a tekintetben nem annyira érdekel. A következőkben elkezdjük a fordulatszámot lassan növelni. Hát szeretnénk megmutatni azt, hogy fordulatszám függvényében, tehát az egyik tengelyünkön a fordulatszám van, a másikon pedig a kitérés. Jó. Akkor nézzük a... Azt lehet mondani, egy idő után azt veszük észre, hogy a golyónknak a kitérése nagyobb lesz, mint a kényszer kitérése. Úgy is mondhatnánk, hogy most már senki nem mondja, hogy ez ugyanakkora lenne, mint a felső kitérés, és azért még nincs vége közel se a dolgoknak. Amint látjuk, a rezonancia környékére jutunk el, és hogyha kellően sokáig fogjuk járatni, a rezonancia katasztrófa miatt le is fog szakadni az egyik rugó. Annyit szeretnék elmondani, hogy a 90-es évek elején volt itt egy amerikai vendégprofesszor, és amikor szobában ott megmutattam neki a kísérletet, és elszakadt, azt mondja, hogy jaj, de kár, hogy nem a tanterembe szakadom, mert milyen tanulságos lenne. Minden esetre azt szeretném mutatni, hogy ezen a fordulatszámon valami elképesztő módon tudjuk ráerőltetni ezt a rezgést arra a rezgőrendszerre, tehát a kényszerrezgésnek épp ez az értelme, és hogyha tovább növeljük a fordulatszámot, akkor nem azt fogjuk tapasztalni, hogy növekszik az amplitúdó, hanem azt fogjuk tapasztalni, hogy az amplitúdó inkább csökken. Hát ugye most vagyunk a rezonancia tetején, és most már azt lehet mondani, hogyha várunk egy keveset, ugye akkor eldisszipálódik az az energia, ami a maximum értéken a rezgőrendszerbe belekerült, és ahogy a fordulatszámot növeljük, én egy pillantra a kezemmel segítek ebből kivenni energiát, azt fogjuk tapasztalni, hogy az amplitúdó az rohamosan csökken, mondhatnánk, hogy elindult fölfelé, és utána aszimptotikusan közelít a nullához, és amit érdemes megfigyelni, érdemes megnézni, hogy ennek a rezgésnek, meg ennek a rezgésnek éppen egymással szembe rezegnek. Tehát közben a fázis helyzet is változott. Tudom, nem középiskolás tananyag, de vannak érdeklődők, akiket esetleg ez érdekel. És azt hiszem, hogy jól látszik, hogy a fordulat szám növelésével, ugye ennek a testnek a kitérése egyre kisebb és kisebb lesz, egyre jobban látszik, hogy ezek egymással szembe rezegnek. Jó, hát ez volt a kényszerrezgésre egy kísérlet. Én azt gondolom, hogy étvágygerjesztőnek azért ez jó. A rezgések után mindenképpen szeretnék megmutatni egy olyan kísérletet, ami a hullámtan témakörébe viszel minket. Ugye a hullámtan
az a rezgés tan után érkezik, annyival, hogy az egy kicsivel bonyolultabb. Éppen ezért akkor most lássuk, hogy mitől lesz bonyolultabb a rezgéstan és a hullámtan egymáshoz viszonyítva. Tehát, akkor ami már nem kell, attól elköszönünk. Így, mi? Ezt az eszközt egy picit átalakítom, levesszük a készüléket, ami a rezgések bemutatására alkalmas, és áttesszük ide az égszíjat, és akkor, hogyha meg akarjuk figyelni, akkor azt látjuk, hogy itt van egy megfogó szerkezet, amit, hogyha bekapcsolnánk a villanymotort, akkor ugye tudnánk forgatni. Illetve hát majd tudunk forgatni. Jó. Ezzel eljövünk ide, és hogy el ne guruljon, teszünk alá egy falécet. A takarító néni sose érti, hogy miért kerül a táblatörlő fa ide be a földre, de egyszer majd elmondom neki, már készülök rá bevallani töredelmesen. Jó, van itt egy másik eszközünk. Hú, mit nem találtam, nézzétek meg. Egy ilyen szép kis szerkezet. És akkor, amit szeretnék itt mutatni nektek, az nem más. Mint a kísérletünk másik része. Így. Jó. Az a kérdés, hogy most érdemes lejjebb húzni, ugye? Hogy kimenjen a képből. Ezt kell lefele húzni. Hogy. Na most. Ebben a polpadban rögzítettünk egy pontot, és ehhez a ponthoz hozzákötöttünk egy hosszú csavarrúgót. Ezt a csavarrúgót fogom én szépen elvinni, és ide rögzítjük ebbe a szerkezetbe. Ha megnézzük, és akkor az lenne a kérésem, Virág, hogy ezt a részt mutassuk itt közel. Nagyon jó. Ha én ezt elkezdem körbe-körbe forgatni, akkor lehet látni, hogy a csavarrúgónak a vége egy ilyen körhagyón van rajta, és ez a körhagyót, ha én forgatom, akkor ez körpályára kényszeríti a csavarrúgó végét. Jusson eszetekbe az, hogy amikor két rezgést egymásra merőlegesen, speciális módon összeadunk, akkor az épp egy körmozgás lesz. Úgy is mondhatnánk, hogy ez a hely egy cirkulárisan poláros rezgés. Na most, azt fogjuk megnézni, hogy mi történik akkor, amikor ennek a rugónak ezt a végét cirkulárisan, polárosan gerjesztjük. Hát először is megnézhetjük azt, hogy picit ráhúzok erre a rugóra, akkor figyeljétek meg, hogy a rezgés végig szalad, a deformáció végig szalad a rugón, elmegy a rugónak a végére, és amit érdemes megnézni, hogy amikor visszafelé jön először, akkor éppen ellenfázisba fog jönni. Tehát amikor én ráütök, egy völgyszerűen fog az abba az irányba tova terjedni, és onnan a másik végéről visszaverődik. És hegyként verődik vissza. Megmutatom még egyszer, hogy lehessen látni. Tehát völgyként megy, hegyként jön. Ez azt jelenti, hogy itt a végén, ahol egy merev megfogás van, itt egy úgynevezett fázisugrás történik, a völgyből egy hegy megy visszafelé. Na most, a hullámokat, hogyha általánosítban akarjuk osztályozni, akkor ugye jönnek az egydimenziós hullám, kétdimenziós hullám, háromdimenzió. Tehát akkor a dimenziók mentén. Megnézhetjük azt is, hogy a hullámban a rezgés, ami tova terjed, az a hullám terjedésével képest milyen irányba van. Ez azt jelenti, hogy a
rezgésünk az függőleges lesz, ebben az esetben a terjedés erre merőleges, ezeket transzverzális hullámoknak vagy haránt hullámoknak hívjuk. Léteznek longitudinális hullámok, amikor a kettő megegyezik, tehát a rezgés iránya és a haladás iránya. Ami még fontos, hogy még egy szempontot hadd mondjak, jelesül az, hogy lehet impulzusszerű hullámkeltés, és lehet folytonos. Ugye akkor, amikor én az ujjammal így ráverek egyet, akkor a hullámkeltés impulzusszerű. Egy impulzust adunk neki, és magára hagyjuk, megnézzük, hogyan viselkedik. Lehet az is, és ezért hoztuk ide a villanymotort, hogy állandó frekvenciájú, állandó amplitúdójú gerjesztés lesz, tehát folytonosan gerjesztett hullámról is beszélhetünk. A hullámmal kapcsolatosan rögtön ebben az elrendezésben már tudunk mérni. Mi az, amit meg tudunk mérni? Meg tudjuk mérni, hogy innentől egészen idáig milyen hosszú a hullámterünk. Ez biztosan, ez nem kérdés. Ha lenne egy stopperünk, akkor megmérhetjük azt is, hogy amikor én ráhúzok egyet, megnyomjuk a stoppert, és akkor nyomjuk-e még egyszer, amikor a hullám elért a végére, a hullámtér végére. Ugye az az idő. A kettőből meg tudjuk mondani a hullám haladási sebességét. Tehát itt gyakorlatilag egyre többet és többet tudunk mondani arról, amit itt történik. Mi a különbség a rezgés és a hullám között? Hát ugye ez nagyon érdekes, hát az egyik az egy viszonylag egy helyen történő lokális dolog, tehát hogyha én itt megállok, kinézek magamnak egyetlen egy menetet, és megnézem, tehát így ezen a kis lukon keresztül, ez hogy mozog. És akkor egy rezgés fogok tudni kapni. Az a helyzet, hogyha fogja az ember, ráhúzza, tehát rezgésbe hozza ezt az egész hullámteret, tehát hullámot alakítunk ki, és azt lefényképezzük, akkor mindegyik rezgő rendszerünknek egyetlen egy pillanatban vagyunk kíváncsi a helyzetére. Ez azt jelenti, hogy akkor a függvényünk, amit ma hullám esetén vizsgálni kell, az egy kétváltozós függvény, nézhetünk a helyfüggvényében változásokat, és nézhetünk az időfüggvényében változásokat. Tehát ez a hullám és a rezgés között ez a lényegi különbség. Most azt fogjuk megnézni, hogy különböző frekvenciákkal fogunk gerjeszteni, és megnézzük, hogy mit tudunk erről az egészről mondani. Azon gondolkodom, Virág, hogyha én fölkapcsolom itt a nagy villanyt, akkor lehet, hogy ott fönt kevesebbet látunk, de a videó felvétel az esetleg sikeresebb lehet. Jó, tehát akkor nézzük meg. Jobb így? Oké, akkor maradunk így. Azt, ami ott fölkerülne, azt majd a videó megnézhetitek. Jó? Na, tehát akkor az első dolog az lesz, hogy elindítjuk a cirkulárisan poláros rezgésünket, és akkor ennek hatására azt vesszük észre, hogy a rugónk a következőképpen mozog. Megállunk egy helyen, megnézzük, hogy mekkora a rezgésnek a tágassága. És akkor, hogy haladunk, egyre nagyobb és nagyobb lesz, míg elérünk a közepére, itt lesz a tágassága a legnagyobb a rezgésnek. Haladunk tovább, elkezd csökkenni a rezgésnek a tágassága, jó? És akkor a legvégén itt az amplitúdó éppen nulla. Na most. Abban az esetben, hogyha készítenénk erről egy felvételt, akkor azt látnánk, hogy az összes pont ugyanabban a fázisban van, ugyanabban a pillanatban, amikor a közepén, a tetején van a legtetején, az összes a legtetején lesz. Erre mondjuk, hogy azonos fázisban vannak a tartományon belül az összes rezgő elem. Nézzük meg, mi történik, egy kicsit növeljük a fordulatszámot. Ha növeljük a fordulatszámot, akkor mindez egy kicsit markánsabban látszódik, a rezgés tágassága tényleg a közepén még nagyobb lett, és akkor érdemes elmondani, hogy azokat a helyeket, ahol a rezgés tágassága a legnagyobb, azokat duzzadó helyeknek hívjuk. Azokat, ahol pedig a legkisebb, azokat pedig csomópontoknak. Tehát duzzadó hely és csomópont, ha valaki esetleg angolul szeretné tudni, a csomópontot nódnak, a duzzadó helyet pedig antinódnak hívják. No, akkor nézzük meg, mi történik, ha tovább növeljük a fordulatszámot. Azt látjuk, hogy egyszer csak ilyen furcsán kezd viselkedni ez a rugó, és
ki fog alakulni egy másik állóhullám. El lehet mondani, hogy itt is vannak csomópontok és duzzadóhelyek. Az első esetben a közepén duzzadóhely volt, itt most csomópont lett. A végei azok továbbra is csomópontok, és duzzadóhelyek a végeitől számítva egynegyednél találhatók. Érdemes megnézni, hogy csomóponttól csomópontig azonos fázisban van mindenki. A következő részen csomóponttól csomópontig szintén azonos fázisban, de ahhoz a tartományhoz éppen ellenfázisban. Amikor ez fönt van, akkor az lent, és így egyébként is. Hogyan jön létre ez a rendezettség? Ez az állóhullám. Az állóhullámok mindig is interferencia eredményeként jönnek létre. Ez azt jelenti, hogy gondoljunk bele, hogy mi interferálhat. Láttuk azt, hogy amikor én ráhúztam az ujjammal erre a rugóra, elindult a rezgés, egy V betű alakjában terjedt tovább az avar, és aztán kicsit később jött vissza. Amikor folytonosan gerjesztünk, akkor is ugyanez megtörténik, az abba az irányba haladó hullámok fognak ezen a helyen interferenciát létrehozni azokkal a hullámokkal, amit korábban keltettünk, és jön ebbe az irányba vissza. Ezen a ponton az innen érkező hullám és az innen érkező hullámnál éppen kioltás van, destruktív interferencia, és ezért itt a csomópont úgy jön létre, hogy senki nem kényszeríti. Világos, ugye? Hogy tényleg így van, én növelni fogom egy picit a fordulatszámot, és amit érdemes megnézni, a közepén levő csomópont az elkezd mozogni. Oldalra fog oszcillálni, és ez az oldalra oszcillálás mutatja, hogy már ebben az esetben nem tud az interferencia helyben állandósulni. Magyarul ide-oda vándorol az a hely, ahol ellenfázisban vannak. Rövidesen fogjuk látni, hogy most már oldalra oszcillálgat, és hogyha kellően sokat várunk, és egy picit hangolunk a fordulatszámon, akkor megalakul a következő állóhullám, és már három fél hullámot látunk. Itt megint csak elmondható, hogy egy fél hullám, még egy fél hullám, még egy fél hullám. Most érdemes megállni egy pillanatra, a legalacsonyabb állóhullám, legalacsonyabb frekvencián az állóhullám egy fél hullám volt, két fél hullám, három fél hullám, és egymás után az egész számokra fognak érkezni a hullámok, vagyis állóhullám mindig úgy jön ki, hogy a fél hullám egész számú többszörösei fognak megjelenni a tartományon. Megint csak azt fogjuk látni, hogy egy darabig növekszik a duzzadóhely, nél az amplitúdó, és egyszer csak elkezd a csomópont oldalirányba vándorolgatni, oszcillálgatni, és ez az oszcillálgatás, hogyha megtörténik, akkor az a módus eltűnik, és egy újabb módus jön elő. Tehát most már négy fél hullám van. A kérdés az, hogy hány fél hullámot lehet ide fölrakni. Hát ugye az első leglényegesebb dolog, megnézzük, hogy a hullám közepünknek mi a legkisebb elemi része. Ha azt veszük, hogy egy darab csavarrugó menet, akkor egyik fönt, a másik lent, a egyik fönt, másik lent, ennél többet nem tudunk csinálni, ugye? De azért hál' Istennek ilyen gyors villanymotorunk nincs. Egyébként is az első sorban ülők már most a fogsorukat védjék, csak mondom, hogy egyre nagyobb és nagyobb sebességgel röpül a rugó. Tehát, hogyha megnézzük, akkor azt fogjuk tapasztalni, hogy a következő fél hullám megjelenik. Ugye akkor most már, ha jól látom, akkor öt fél hullám van. Ezek után alakítsunk ki hat fél hullámot. Jó, és akkor most egy olyan kísérletet szeretnék megmutatni, amit mindenkinek tudok ajánlani, hogy jól jegyezze meg. Megtennéd, hogy segítesz nekem? Akkor kivételesen gyere utánam. Kapsz egy ilyet. Hertlen Károly vagyok. Engyel Szabolcs. Hogy, Tamás? Oké, gyere Tamás. Azt akarom mondani, hogy ez a második, harmadik, itt a negyedik csomópont az állj ide, és majd mondom, mit kell csinálni. Egyelőre semmi különös. Mutasd föl te is, hogy itt van két darab rés.
Ennek a résnek a vastagsága pontosan akkora, mint a csavarrugó, meg egy kicsi. Jó? És akkor én itt ezen a csomópont környékén, még te nem, majd csak a mondom, szépen fogom, és elkezdem összecsukni ezt a rést. Tőlem, jobbra, már csak egy síkban rezeg a rugó. Itt minden egyes menet körpályán megy, itt pedig már csak síkban rezeg. Tamás, most tedd ugyanígy vízszintesen, ahogy én is tartom, és a közepéhez tedd oda. Úgy, csukd össze. Ügyes. Jó, én most tartsad keményen, én meg szép lassan elkezdem függőlegesbe fordítani, ti pedig Tamástól jobbra levő tartományt figyeljétek. És azt lehet látni, hogy Tamástól jobbra levő tartományban egyre csökken és csökken az amplitudó. Még nem, amikor a két rés egymásra merőleges, akkor kioltottuk a hullámokat. Tamás, kérlek, szép lassan függőlegesbe fordítsad. Nem kapkodunk, lassan. Figyeljétek meg, hogyan jelenik meg Tamástól jobbra levő tartományban a rezgés egy függőleges síkban. A jelenség, amit látok, a polarizáció jelensége. Most megint én fogok jönni, és elfordítom az érésemet vízszintesbe. Definíció szerint ezt polarizátornak, azt pedig analizátornak hívjuk, de hogyha helyet cserélünk, akkor az lesz analizátor, és én leszek a polarizátor. Jó, tehát akkor azt hiszem mindenki látta azt, hogy a cirkulárisan poláros hullámból hogyan lehet síkhullámot csinálni, és egy másikkal pedig köszönöm szépen a segítséget. Na, tehát akkor tulajdonképpen a polarizációra láttunk jelenséget, és a leglényegesebb dolog, hogy akkor, amikor a fizika órán elhangzik majd az, hogy a fény is egy hullám, és azt is lehet polarizálni, akkor jusson eszetekbe ez a kísérlet, mint modell. Marha nehéz lenne megmutatni ugyanezt, hogy hogy néz ki egy polarizátor, úgyhogy ezt föl is fogja az ember, de ebben a kísérletben szerintem nagyon szépen, nagyon didaktikusan látszott, amit szerettünk volna megoldani. Úgy. Hát ahogy elnézem, egyre közelebb és közelebb jutunk a végéhez. Én 3 darab 30 perces blokkot írtam föl, itt a közelülők láthatják. Az elektromosságtanban még be se kezdtünk. Az lenne a kérésem, hogy a tanárok közül azt tegye föl a kezét, akinek mennie kell. Oké. Jó, akkor még egy-két elektromos kísérletet engedjenek meg. És akkor mostantól fogva time-outos lett az előadás, de remélem, senki nem haragszik érte. Az indukcióból szeretnék pár kísérletet bemutatni. És ehhez szedjük össze az eszközöket. No, akkor, igen. Az indukció tulajdonképpen az egyik legnehezebben tanítható fizikai része a fizikából. Egy nehezebb van, amit tudok, az az energiátök tanítása. Hogy pontosan mi az energia, azt elég nehéz megmondani. Úgy is mondhatnánk, hogy az energia kapcsán merül föl az a kérdés, hogy a fizika tanítása az az elhallgatás tudománya. Nem tudom, hogy ki mennyire érti ezt a mondatot. A lényege az, hogy ha valaki megkérdezi, hogy mikorra tudunk mindent az energiáról, azt kell mondani, miután végig tanítottuk a teljes fizikát. Hiszen minden egyes fejezetben ott van az energia, és amíg minden egyes fejezetet nem tudunk jól, addig nem tudunk mindent az energiáról. Azt hiszem, ez egyértelmű. Jó, hát az indukcióról szeretnék beszélni, mindjárt egy kicsit még távolabb megyek, hogy látszódjon ez a dolog. Talán,
villanyt is érdemes lekapcsolni. Így. Úgy is van. Úgy. Úgy. Tehát, hát az indukciós kísérletek közül az első, amit mindenképpen szeretnék megmutatni, azt mondják, hogy a változó mágneses tér örvényes teret gerjeszt. Hát ezt most aztán valaki vagy érti, vagy nem érti. Minden esetre a következőt szeretném megmutatni. Van két darab alumínium karika. Úgy hívják ezt a felfüggesztést, hogy bifiláris felfüggesztés, ami azt jelenti, hogy ezen a két madzagon úgy függesztettük föl, hogy ebben a síkban könnyedén tud lengeni, rám erőlegesen pedig nehezen. Na most, itt van egy mágnes, ez egy nagyon erős mágnes. Ezt a mágnest, hogyha én elkezdem mozgatni a karika környezetében, hát erre vagyunk kíváncsiak. A kérdésem az, hogy az alumínium és a mágnes között van-e kölcsönhatás. Itt bólogat, és akkor ez azt is jelenti, hogy már tanulták a paramágnességet, gyanítom, nem? Hát, hogyha ide tesszük így statikusan ezt a mágnest, akkor tulajdonképpen van így kölcsönhatás, vagy nincs? Ez a kérdés. Természetesen minden anyagnak van mágneses tulajdonsága. Ezeket a tulajdonságokat egyszerűbb esetben mondjuk általános iskában azt mondjuk, hogy mágnesezhető és nem mágnesezhető, ferromágneses és nem mágnesezhető. A másik esetben, amikor középiskába eljutunk, akkor megtanuljuk, hogy létezik olyan a nem mágnesezhetők között, hogy paramágneses, meg diamágneses. A diamágneses taszítja a mágneses tér, a paramágneses pedig vonza. Ebben a kísérletben ezt a jelenséget, hogy az alumínium paramágneses és valami vonzó kölcsönhatás van közöttük, nem fogjuk látni. Amit látni fogunk, az az, hogyha mozgatom a mágnest, akkor ez elkezd mozogni. Azt hiszem, ez letagadhatatlanul mozog. Ugye, azt hiszem, ez teljesen egyértelmű. Az a helyzet, hogy amikor az ember szeretné megmutatni, hogy a kísérlet mit is jelent, azt jelenti, hogy ha én itt változtatom a mágneses teret, akkor ott egy olyan elektromos tér alakul ki, amelynek az erővonalai koncentrikus körök lesznek. Tehát, hogyha pontosan a koncentrikus körök mentén elhelyezünk egy vezetőt, abban áram fog indukálódni, és ennek az áramnak a mágneses hatásak hat kölcsön a mágnesünkkel. Hogy ez tényleg így van, és persze lehet mondani, hogy a karcsinak egyébként is büdös nagy keze van, meg varázslatos, meg stb. Ezért aztán mondhatná valaki, hogy amikor ezt így mozgatja, akkor megmozgatja a levegőt, és a levegő az megmozgatja ezt az alumínium gyűrűt, de itt van egy nagyobb felületű alumínium gyűrű, és ha ezt az alumínium felületű gyűrűt mozgatom, itt nem alakul ki mozgás. A másik esetben pedig kialakul. Tehát azt hiszem, ez jól látszik. A magyarázat nagyon egyszerű. Ennek a gyűrűnek ezen a részen föl van metszve, át van fűrészelve, és azok az erővonalak, amelyekről beszéltem, hogy koncentrikus erővonalak lesznek, ezen a részen itt a vezetékben, ha lenne folyna áram, itt nem tud átlépni, tehát nem fog kialakulni áram. Ennek eredményeként ezzel már továbbiakban ne is foglalkozzunk. Maradjunk meg csak ennél. Kell mondjam, hogy ugye, ha valaki megnézi az indukció képletét, akkor azt fogja tapasztalni, hogy az van írva, hogy mínusz delta phi per delta t. Vagyis a változás, a fluxusváltozás, a fluxusváltozáshoz szükséges idő, és arra negatív előjelről szeretnék most beszélni. Azt mondja Lenz törvénye, hogy az indukált áram iránya mindig olyan, hogy az őt létrehozó hatást gyöngíteni igyekszik. Vagyis ez azt jelenti, hogy ha ennek a testnek abba az irányba mutatnak az erővonalai, és indukálunk egy áramot, akkor annak az áramnak az erővonalai, azok pontosan taszítónak kell lennie. Így nézzétek meg, amikor én itt közelítek hozzá, akkor taszítani fogjuk. Amikor pedig elhúzom, akkor pedig egy vonzás alakul ki. Ez nagyon fontos, tehát hogyha nem így lenne, nem lenne ott az a negatív előjel, akkor nem lenne igaz az energia megmaradás törvénye például. Akkor az történne, hogy így ide tenném ezt a mágnest, fölgerjedne, egyre nagyobb és nagyobb áram alakulna ki, és végén elcsöppenne az alumínium, és itt kiégetné az asztalt.
Hát ez még nem történt meg, pedig elég régóta gyakorlom a dolgot. Tehát mindenképpen olyan. Most figyeljétek meg, hogy mondjuk az északi pólussal ebbe az irányba kísérletezem, taszítás jön létre, mikor elveszem, akkor pedig vonzás. Megfordítjuk, pólust váltottunk, és akkor nézzük meg a különbséget. Ugyancsak taszítás és vonzás. Ilyenkor szoktam viccesen mondani, hogy úgy viselkedik ez az alumíniumgyűrű, mint egy illedelmes lány. Jön a fiú, le akarja szaladni, le akarja rohanni, és akkor elkezd illedelmesen hátrál. Amikor a fiú menekülni akar, akkor esélyt se ad neki. Na ja. Lehet, hogy nem volt polkorrekt, amit mondok, de én ezt nem szoktam kihagyni. A következőkben egy olyan kísérlet jön, ami ezt a kísérletet megerősíti. Itt van ez a mágnes. Ezt a mágnest, ha ebből a magasságból lejtem, akkor a gravitációnak megfelelően be fog csapódni az asztalba. Akár az északi, akár a déli pólusával lejtem. Itt van egy jó minőségű vezetőanyag, és erre a jó minőségű vezetőanyagra ejtsük rá. Amint látjátok, az a hatás, hogy taszítja, az a hatás az sokkal nagyobb lesz, mint amit az emberek. Természetesen ez azért van, mert a mágnesünk nagyon erős, és az is fontos, hogy a vezetőnk egy jó minőségű vezető. Azt is meg lehet mutatni, hogy így szépen eldöntöm, akkor így billen el. Egyébként, ha eldöntöm, akkor pedig így billen el. Meg lehet mutatni. Így. Amit még érdemes megmutatni, a negatív előjelről szeretnék még egy kísérletet megmutatni. Az lenne a kérésem, hogy nézzétek meg, hogy be van egy csirizzel kenve. Tapogassátok meg. Van ragasztó rajta? Nincs. Helyett. Akkor azt fogjuk csinálni, lerakom ide a mágnest, ráteszem ezt a résztömböt, és ha én hirtelen le akarom venni, akkor a résztömbben változás lesz, mágneses tér változása, az ellen ellenszegül, és föl tudjuk emelni a mágnest ezzel a módszerrel. Jó, tehát akkor ezt mindenképpen érdemes megjegyezni. Tehát akkor az indukciós törvényről egy ilyen kis szösszenet, amit senki ne gondolja, hogy most már minden tud az indukcióról. De minden esetre egy kis szeletét tudjuk. Van még egy eszköz, amit mindenképpen szeretném, ha megismernétek, és akkor ezzel fogok elköszönni tőletek. Ez az utolsó kísérletünk. Ez az eszköz egy szolenoid. A szolenoidot váltakozó árammal fogjuk táplálni. A szolenoidunk viszonylag nagy áramot, és viszonylag nagy teljesítményt tud. Amit szeretnék megmutatni, hogy itt van két gyűrű, az egyik ide, a másik ide. Amikor én ezt a gombot megnyomom, akkor zárjuk majd az áramkört. Tehát akkor még egyszer, itt van a szolenoidunk, látjátok, hogy nagy keresztmetszetű vezeték, nagy áramokról beszélünk, közülbelül 14-15 amper áramerősség 230 volton, és ez a rúd, ez nem csak egy egyszerű műanyag cső, hanem ez tele van ferromágneses anyaggal, lemezelt vasmagja van. Na most, amikor én ezt beállítom, ezt a megfelelő áramerősséget, zárjuk az áramkört, akkor, amint látjátok, ezt ki lehetett tűnni, ezt a gyűrűt. Ugye, ha meggondoljuk, ez azt jelenti, mint ha másodpercenként 50-szer meglengetnénk azt a mágnest. Ez azt jelenti, hogy folyamatos taszítás alakul ki, így alakul ki az, hogy föllőttük. Vajon miért nem sikerült a másikat kilőni? Kórusban mondhatjátok, azért, mert itt valaki befűrészelte. Jó, tehát itt megvárjuk, míg közelebb érünk rá, nagyjából megvan, tehát át van fűrészelve, és akkor a következő kísérlet úgy fog kinézni, hogy meg szeretném mutatni azt, hogy tényleg taszító erő van. Ezt úgy fogom megmutatni, hogy lecsavartam teljesen nullába, zárom az áramkört, és most fogom, elkezdem fölfelé tekerni az áramot, és egyszer csak azt veszük észre, hogy egy megadott áram esetében beáll egy egyensúly. A gravitációs erő húzza lefelé, az itt levő egyre erősebb mágneses tér
nél pedig be fog állni, tehát hogyha lejjebb nyomom, akkor fölfele megy, ha följebb húzom, akkor lefele megy, tehát egy egyensúlyi állapotot tudunk beállítani. Nagyobb áram esetén nagyobb lesz ez a magasság. Így. Hát persze, hogy a mindennapi élethez egy kicsit kapcsolódjak. Azt is meg lehetne csinálni, hogyha nem itt tartanám az előadásomat, hanem valami kereskedelmi csatornába, következőt mondanám. Tessék figyelni, a szememmel fölemelem a gyűrűt. És akkor így csinálok, így, és akkor így elkezdem is fölemelem. Ezt pedig nem kell mutatni kamerával. Na, nem tudom mennyire világos. Kereskedelmi csatornáknak a természettudományos dolgait, azt tessék nyugodtan elfelejteni. Ilyeneket, hogy küldöm az energiát, meg az egyéb ilyen dolgokat. Jó? Tehát ez mindenképpen. Lazításként nézzünk meg még egy jelenséget. Én hoztam ilyen vékony alumíniumból készült gyűrűket. Ezek az alumíniumból készült gyűrűk lesznek a főszereplők. Amit mindenképpen szeretnék megmutatni, tegyünk ide egy alumínium gyűrűt, ez majd még kell, és állítsunk be egy olyan áramerősséget, amikor az alumínium gyűrű valamilyen magasságban lebeg. Így. És akkor most tegyük fel a kérdést, mi történik, ha még egyet ráteszünk? Próbálja meg mindenki magának megválaszolni, én meg mutatom, hogy mi történik. Itt a következő alumínium gyűrű, és akkor teszem ide, így, 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 így. Na, ezt tessék megmagyarázni. Hát elmondom. Nagyon egyszerű a dolog. Aki elektromosságtan tanult, az tanult két dolgot, hogy mikor van két vezeték között, amely párhuzamosan fut, taszítóerő, és mikor van vonzóerő. Nagyon egyszerű a dolog. Az antiparallel áramok azok taszítani fogják, a parallel áramok pedig vonzani fogják egymást. Nézzük meg, hogy mit jelent ebben az esetben. Ami gerjesztő áram itt van, ahhoz képest az indukált áram éppen 90 fokkal fog eltolódni. Ez azt jelenti, hogy a két áram antiparallel, vagyis taszítják egymást. A következő, amit ide teszünk, ebben ugyanolyan irányú áram fog indukálódni, mint ebben, ezért ezek pedig vonzani fogják egymást. Azt hiszem, ez elég szépen bemutatható. Köszönöm a figyelmet! Annyit szeretnék mondani, hogy aki esetleg elfelejtkezett volna a táborról, a nyári táborról, a Science Camp táborról, itt talál papírokat. Ha van kedve, akkor vegyen. Köszönöm a figyelmet még egyszer.